Pori, úgy tudom, Budapestről érkeztél. Hogy tetszik az Ajkai pálya? Így igaz, Budapestről érkeztem. Nagyon szép a pálya, különösen az öltözőket szeretném kiemelni szerintem. A legszebb, amit kis pályákon találkoztam. Ennek örülök, és milyen a vendéglátás? Kifogástalan. Habzsidőzsi minden fronton, köszönöm szépen. Kávét megkóstoltad már? Nem kávézom, de biztos az is tökéletes lenne. A tea nagyon finom. Az a lényeg, hagyunk is játszani, illetve játékot vezetni, köszönjük. Zoli, kiknek a mérkőzését láthatjuk most? Éppen a jégoroszlánok és a gepárdok csapata küzd egymás ellen. Ők honnan érkeztek ide Ajkára? Ha jól tudom, mind a kettő budapesti csapat, ha jól tudom. A jégoroszlánokban nem vagyok teljesen biztos, de a gepárdok biztos. Óbudán van egy nagyon impozáns jégcsarnokuk. Avval fogadtak engem a többiek, amikor beérkeztem, hogy lemaradtam az évszázad ajkai mérkőzéséről, hiszen olyan gólt lőttetek, hogy megirigyelnék akár a profit is. Valóban így volt ez? Ez most mókás, mert én is lemaradtam róla. Nekem is az edző mondta, mert ugye most én versenybíróként képviselem itt a várost, és a két edző meg hát ugye ők a csapatot. Persze, természetesen neked az időt is kell figyelned, tehát ilyenkor természetes, hogy egy kicsi szünet van a beszélgetésünkben. Igazából mi ez a mai bajnokság? Ez egy U10-es C kategóriás torna, igazániból ebből négyet rendezünk mi. Itt Ajkán az U10-eseknek, négyet az U8-osoknak, és kettő darabot rendezünk az U12-nek, ha minden jól megy. De ez még természetesen változhat, de ez a menetrend a kiírt tervezett idénre. És ebből láthatjuk az éppen első U10-es tornánkat. Az idénre az azt jelenti, hogy az idei szezonra, tehát nem a decemberre értjük az idén. Igen, nekem az a legnagyobb problémám, hogy én mindig jégkorong szezonban gondolkodom, és nem naptári évben. Most mi történt, mit láthatunk éppen? Csöre! Éppenséggel megfogta a kapus, és tehát úgy van megcsinálva ez az egész rendszer, ami nagyon szimpatikus, úgy gondolom az újonnan érkezőknek is, hogy a gyerekeknek le van egyszerűsítve a szabályzat. Tehát nincs annyi játék megszakítás, igazániból a cseréket is mi diktáljuk, persze természetesen ezt előírt módon, meg van határozva, hogy egy percben maximalizálva van az időkorlát, egy percenként megállítjuk a órát, vagy megállítjam én a játékot egy sípszóval, és kijelzem, hogy cserélni kell a csapatoknak, és előbb nem cserélhetnek, kivéve, hogyha valami baj történik a kisgyerekkel, de hát szerencsére ez nem nagyon szokott előfordulni. Igazániból kiállítás sincs, a kiállítás szabálytalanság, csak a bíró mindig büntetővel úgymond bünteti, azt tudja meg. Cserél! Ezt most az utolsó másodpercekbe lőtték. Igen, tehát szörnyű dolog, de ilyenkor én nem a mérkőzést nézem, hanem én a órára fókuszálok, mert az a baj, hogy ilyenkor, hogyha tovább engeded, akkor igazániból az ellenfél reklamálhat, mert hogy már időn túl volt, ha meg lefújod ugye, és nézed a meccset, akkor nem fogod lefújni, de ha lefújod ugye, akkor meg az a baj, hogy miért nem engedted tovább, de igazság szerint ezt a saját csapatainknak is szigorúan betartva le fogtam fújni. De minden versenybíró így jár el. Hiszen itt azért valljuk be, még mindig nem a gól számít, hanem az, hogy jól érezzék magukat a gyerekek a jégen. Igen, ez tény és való, ezek az én mondataim, ez, hogy érezzük jól magunkat, meg az a legfontosabb, de ugye úgy érzi jól magát a gyerek, hogyha sok gólt ő élvezi a játékot, és ugye ez a jó érzés, ez valójában ez a gólokban kiteljesedik utána. Tehát nincs megkövetelve az, hogy itt ennyi gólt, ott annyi gólt, itt ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Cserép!
hanem itt a lényeg az, hogy ahogy te is mondtad, jól érezzék magukat, de hát azért valljuk, hogy őszintén azért akkor érzi a gyerek, hogyha megy a játék, sok volt lő, élvezetes, úgy igazi játék. Ez így igaz, és ez egy szép végszó volt. Pici szól, hogy a kapu előtt ember az Áron, aki a kapu előtt áll, ne a félkörön belül álljon. Beállhat a kapu elé, csak ne a félkörbe. Zoli, ha jól látom, most az ajkaiak vannak a pályán, ami eléggé stresszel téged. Gyerek! Igen, mi volt a kérdés, elnézést kérek? Az, hogyha jól látom, most az ajkaiak vannak a pályán, és egy kicsit ez most stresszel téged. Engem? Igazából az a baj, hogy tehát minden kisgyerek úgy érint, mint hogyha a sajátom lenne, ezt elmondtam a szülőknek is. Ez furán hangzik, biztos vagyok benne sok embernek, de nagyon a szívemhez nőtt minden gyerek, és igen, mint egy szülő aggódok a játékokért, a szereplésükért, bár nagyon ügyesek, tehát igazániból az a lényeg, hogy a tudásukat mindig adják ki magukból, ezért szoktam izgulni egyes-egyedül. Nem azért izgulok, hogy kikapunk vagy nyerünk, mert ugye itt nincs eredményszámolás, itt a legfontosabb az, hogy élvezzük, hogy adják ki a tudásukat és menjenek, játsszák azt a játékot, amit már elsajátítottak, amit magukénak tudhatnak, és igen, ezért van bennem a stressz, hogy ez... Közben nézzél rá az órára is. Ránézek. Figyelek az órára, nagyon fontos, mert ugye fontos szerepet töltünk be itt mindenhol. Kivel játszik most az ajka? Gyere! Jó, te kapus is voltál a tűnök. Egy kis technikai szünet? Igen, elhagyta a játékteret a korongunk. Akkor ilyenkor újból középkezdés van? Igazániból igen, de az is szokott lenni ilyenkor, hogy a bírónál lévő korong, mivel mondtam, hogy le van egyszerűsítve az egész történet, tehát a bírónál lévő korong, hogyha van a zsebében még egy korong, hogy bedobja ezt a korongot, és igazániból nem tulajdonítunk nagy dolgot ennek a malőrnek. Kivel játszunk most? Most az északi, vagy nyugati eszkimókkal elnézést, mindig leészakizom őket. Nem tudom miért, de mindig lenyugatizom őket, vagy északizom őket, de szombathelyi csapatról van szó, és nagyon ügyesen küzdenek. Eljött mind a 6 csapat, akit vártunk mára? Igazából 5 csapatos tornát rendezhetünk. Ennek ellenére úgy volt, hogy igen, hogy 6 csapatot fogunk fogadni, de igazániból az idő hosszúsága miatt úgy tudom, hogy a szövetség átirányította egy másik tornára a 6. csapatunkat. Hát akkor további jó játékot nekünk, illetve nektek. Köszönjük szépen. Reméljük, hogy sok jó, szép helyzetben, sok korcsolyázós, frappolós játékban lesz részünk. Úgy legyen.